Jó estét kívánok, ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. A koronavírus fertőzés lezajlását követően is szükséges lehet véralvadás gátló kezelésekre egyes betegek esetében. Egyebek mellett erről is értekeztek az idei debreceni kardiológiai napokon. A diabétesz mellett a koronavírus járvány szolgáltatta a fő témát a programon, ugyanis számos problémát okozhat a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőknek. A szakemberek úgy látják, a vírus leküzdése csak az oltással sikerülhet. Köszöntöm a stúdióban Csanándi Zoltánt, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökét. Professzor úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, én is jó napot kívánok. Ugye ebben az időszakban is megtartották a szokásos éves debreceni konferenciát. Szakmai szempontból ugye nagyon sok olyan kérdés van, ami azt gondolom, és hát ez a kérdés, mennyire fontos, hogy ugyanúgy szakmai keretek között, nyilván most online térben, de ezeket a kérdéseket végigbeszéljék, mint például a koronavírus érintettség. Hát lassan kezdjük megszokni. Lassan az lesz a furcsa, hogyha hagyományos módon tudunk találkozni. Az elmúlt fél évben azt hiszem ez a 6. kongresszus volt, amit csak én magam szerveztem online módon. És azt érzem, hogy nagyon nagy igény van rá. Tehát sokan ott vannak, sokan kapcsolódnak ezekbe az online kongresszusokba, fantasztikusan jól fölkészülnek a fölkért előadók, tehát csodálatos, kitűnő előadások, remek program van. És hát még egy előnye, hogy utána még hetekig ez fönt marad és elérhetővé tesszük, elérhetően hagyjuk az interneten, úgyhogy akik éppen nem tudtak becsatlakozni, mert mondjuk covidos beteget láttak el, vagy a covid osztályon voltak, őnekik is lesz lehetőségük megnézni. Ez egy hagyományos kongresszusnál nincs így. Úgyhogy vannak előnyei, ha úgy tetszik, van részlet szépségeket is felfedezünk már ebben a műfajban. Hát meg gondolom, főleg ebben a témakörben, ami a koronavírussal kapcsolatos, számos olyan új információ van, amit tényleg jó szakmai szempontból gondolom én megosztani egymással, rámutatások, tapasztalatok, kezelési módok. Hát igen, a COVID volt, az egy COVID kardiológia, ezt a nevet adtam az egyik blokknak, az egyik fő témája volt a kongresszusnak, és egy picit azzal a céllal is, hogy úgy kitekintsünk, tehát ne csak a szűk kardiológiai vonatkozásokat nézzük, hanem egy kicsit az epidemiológiai, járványügyi vonatkozásokat is. Ezért fölkértem Szlávik János főorvos urat, aki tartott egy ilyen átfogó előadást általában a járványokról, és hogy miért alakulnak ki, hogy lett ebből világjárvány, mi várható. Merkeli professzor beszélt a hazai adatokról, és hát utána beszéltünk szűkebb szakmai kérdésekről, például a véralvadásgátlásnak a kérdéseiről, vagy a COVID fertőzés utáni kardiológiai ellátás kérdéseiről, amit a bevezetőben említett. A véralvadásgátló az miért kritikus kérdés? Azért kritikus kérdés, mert ezek a betegek jelentős részben ezért halnak meg, mert úgymond tromboemboliás, tehát vérrögösödéssel kapcsolatos szövődményeik vannak. Ez mélyvénás trombózis, mélyvénás vérrög képződés, illetve tüdőembólia formáját öltik nagyon gyakran. Az teljesen egyértelmű, hogy amikor a betegek az akut szakban vannak, a kórházban, esetleg intenzív osztályon, akkor erőteljes véralvadásgátló kezelésre van szükségük. Azzal kapcsolatban nincs elég adatunk még, hogy amikor egy ilyen beteg kijön a kórházból, utána hogy kezeljük véralvadásgátlóval, mennyi ideig, és milyen típusút adjunk neki. Tehát ezt még tanuljuk sajnos. Hát igen, mint ahogy az is megdöbbentő a dolog volt, amikor pont professzor úr egy hasonló beszélgetésben mutatta be a német kardiológusok felfedezését, ha szabad így mondani, hogy milyen post-covid hatása van magára a szívre a fertőzés. Ez így van. Ezek a MR vizsgálatok, azóta volt újabb vizsgálat is, ami hasonló, ha nem is ennyire drámai, de azért mutatta, hogy a betegek egy részében van szívérintettség, akkor is, hogyha ennek nincs egyértelmű jele. De hát nagyon sok betegnek egyértelmű panaszai vannak a lezajlott fertőzés után. Ezek a panaszok részben tüdő, részben szív, részben izületi eredetűek.
illetve egyéb típusú, egyéb szervrendszert is érintették, gastrointestinális szerveket. Úgyhogy egyre több helyen, így egyébként Debrecenben is, létrejött az úgynevezett post-covid ambulancia, post-covid ambulanciák, ami hát egy ilyen multidisziplináris, sokféle szakma fog össze, és együttesen próbáljuk egymáshoz is adott esetben irányítva a betegeket, a panaszokat és a szervrendszeri utóhatásokat kezelni. Akkor a panaszokról olvas az ember, akkor nagyon sokszor találkozik azzal, hogy az a leírással, hogy a vérnyomás elkezd össze-vissza ugrálni az érintetteknél. Ennek mi lehet az oka? Hát ilyen is van. Ugye az autonóm, a vegetatív idegrendszernek a kicsit az egyensúly vesztése tulajdonképpen a vírusfertőzés után, de azért a leggyakoribb panasz a fáradékonyság, a nehéz légzés és az ízületi panaszok, izomfájdalmak. Érdekes módon ezek az akut szakban is nagyon gyakori panaszok, tehát egy kicsit a hosszú távú panaszok megőrzik, ha úgy tetszik, ezeket a jelenségeket. Van egy most már egy olyan fogalom is a post-covid mellett, ami ugye azt jelenti, hogy 3 hónap elteltével még mindig panaszos a beteg, van a hosszú covid szindróma, ami azt jelenti, hogy az akut szak után gyakorlatilag egy pillanatra sem szűnik meg, és nem válik panaszmentes, és hónapokon keresztül kísérik a beteget ezek a panaszok. Ugye a másik téma pedig a diabétesz volt. Miért? A cukorbetegség már csak azért is egy nagyon fontos téma, mert nagyon gyakori. Magyarországon körülbelül 800 ezeren vannak, akiket ez most érint. 60 év fölött minden ötödik magyar embert érinti a cukorbetegség. A másik ok, hogy rettenetes halálozási és morbiditási adatok társulnak hozzá. Ugye körülbelül 30 ezeren halnak meg évente cukorbetegség, vagy annak szövődményei következtében. Most, hogyha egy Covid-ra egy pillanatra visszatekintünk, most már ugye több mint 20 ezeren haltak meg Magyarországon az elmúlt egy évben. Cukorbetegségben 30 ezeren, ezzel nem azt akarom mondani, hogy a Covid egy olyan probléma lenne, amivel nem kell nagyon-nagyon sokat foglalkozunk természetesen. Még amit ugye fontos, és hogy miért mi kardiológusok foglalkozunk ezzel, vagy miért foglalkozunk mi is ezzel, az az, hogy az elmúlt 20 évben rá kellett jönnünk, hogy tulajdonképpen ez egy kardiovaszkuláris betegség is, egy szívérrendszeri betegség is. Nagyon sok a stroke, szívinfarktus, perifériás érbetegség következménye van. Csak két megdöbbentő adat. Magyarországon ma naponta 2 ember veszti el átlagosan a látását cukorbetegség miatt, és 7-8 beteg pedig valamelyik végtagját cukorbetegség miatt. Tehát döbbenetes adatok. Ami viszont mégiscsak biztató, és egy újabb ok arra, hogy mi kardiológusok beszéljünk erről, hogy vannak új gyógyszerek, olyan gyógyszerek, amelyek már nem csak arra alkalmasak és arra jók, hogy magát a szénhidrát anyagcserét rendezzék, tehát hogy a betegnek a vércukrát normális szintre levigyék, hanem nagy vizsgálatok bizonyították, hogy ezeket a szív-érrendszeri szövődményeket is csökkentik. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a kardiológusok egyre jobban, szívgyógyászok egyre jobban bevonuljanak, részt vegyenek a cukorbeteg ellátásban, a belgyógyászokkal együtt persze, hiszen nagyon sok ilyen vonatkozása is van a betegségnek. Professzor úr, még egy picit a kettő témát összevonva, lenne egy kérdésem. Ugyancsak olvasgatva az ilyen post-covid hastásoknál, leíratokban lehetett olyat találni, hogy érintett középsúlyos vagy súlyosan érintett betegeknél kialakul egy ilyen nagyon magas cukormozgás. Tehát, hogy miközben szív- és érrendszeri problémája is adódik azzal, hogy elkezd ugrabugrálni a vérnyomása, jelentkezik egy cukorszint megugrás. Akár 15-16-17-es szintig is fölugorhat a cukor. Van-e vajon összefüggés? Azt kell mondjam, hogy minden heveny betegség, minden gyulladásos betegség, egy tüdőgyulladás,
egy hagyományos, ha úgy tetszik, tehát nem Covid, hanem egy egyéb etiológiai tüdőgyulladás is, ahogy mondani szokták a betegek, kiboríthatja a cukrot. Tehát bármilyen ilyen típusú stressz, ami éri a szervezetet, a szénhidrát anyagcsere felbomlását okozhatja. Ugye a Covid fertőzésről tudjuk, hogy egy nagyon generalizált probléma, tehát egy sok szervrendszert, az egész testet érintő probléma, úgyhogy ilyen módon nem meglepő, hogy a szénhidrát anyagcserében is ezeket a kedvezőtlen jelenségeket látjuk. Professzor, nagyon szépen köszönöm, elfogadta a meghívásunkat, tényleg egészen megdöbbentő információkkal lehetünk gazdagabbak. Köszönöm. Köszönöm szépen én is.